Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Szombaton az evangélikus gyülekezet vezetésével gyűjtották meg a harmadik gyertyát az agórán, a hagyományos ökumenikus istentiszteleten. Ma elsőként erről számolom be Önöknek. Evangélikus gyülekezet nevében köszöntöm, hogy szeretettel megjelenteket, kedves testvéreket. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg Jézus Krisztus jövetelének négy aspektusát. Az első az, hogy akiről az ígéretek szóltak az ószövetségi proféciákban, az az ígéret 2000 évvel ezelőtt beteljesült. Jézus megjelent itt a földi világban. A második jövetele az, amit a róla szóló újszövetségi iratokban találunk, hogy az ő szavában, az ő igéjében, az ő beszédeiben, igehirdetésekben, szentségeiben ma is jön, szól hozzánk. A harmadik találkozási lehetősége Istennel az embernek, amikor a földi életünk megszűnik. Amikor testi szemünk lecsukódik, és ott a halálban nincs már tér és idő, lesz egy találkozás. Ott már nincs döntési lehetőség az embernek. A negyedik találkozási lehetőség az idők végén, amikor megjelenik isteni dicsőségben Krisztus, eljön ítélni, ahogy elmondtuk az előbb az apostoli hitvallásban, élőket és holtakat. Tehát ma még tart a kegyelem. Még élek, még dobog a szívem, még tudatában vagyok döntéseimnek, és Isten még mindig vár, és az ünnepekkel emlékeztet, hogy visszatérjünk hozzá. Mert az utat ő mutatja, nem mi. Ő vezet bennünket, és nem mi vezetjük őt, ha figyelünk rá. A földi életünk időszaka arra adatott, hogy felkészüljünk itt, a földön, az örök életre. Nem véletlen Jézus sürget bennünket, keressétek Isten országát, annak igazságát, és minden megadatik néktek. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az üdvösségre visz, de tágas az a kapu, ami a kárzatba torkolik. Éppen ezért Jézus figyelmeztet bennünket Lukács 12-ben, ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. De hát hogyan lehetek készen? Kérdezi az ember. Kedves testvérek, ma este többen tudunk arról, hogy a Bánki Donát szakközépiskola aulájában a Veszprémi Mendelssohn Kamara zenekar ad hangversenyt. Biztosan sokan lesznek ott közülünk is. Egy dolgot megfigyelhetünk egy ilyen hangverseny előtt, mielőtt a zenekar elkezden játszani. Egy adott hangra, az A hangra mindenki kutya kötelességének érzi a zenekaron belül, hogy ráhangolja a hangszerét. Furcsa lenne, hogy a koncertmester, aki vezeti a zenekart, vagy az első hegedűs, szokta ezt végig hallgatni, hogy ki, hogy hangolja pontosan a hangszerét. Oda menne egy, mondjuk egy cselistához, és akkor a cselist azt mondaná neki, hát uram, ne haragudjon, nem, az én hangszeremet nem kell hangolni, hiszen
ezt tegnap vettem, hogy a kremonai hangszergyárban készült, mester készítette ezt a hangszert, és én vörös diplomát végeztem a Zeneakadémiát, az én hangszeremet nem kell hangolni, azt is be kell hangolni. Hogy a Stradivari hegedűt is be kell hangolni, hogy az aranyból készült fuvolát is be kell hangolni, független attól, hogy akadémiát, vagy főiskolát, vagy bármilyen iskolát végzett az illető. Kedves testvérek, Isten is ez várja tőlünk, hogy hangoljunk. És Jézus Krisztus ezért küldte ebbe a földi világba, hogy őre hangoljunk. Mert a békességet egyedül, csak rajta keresztül kaphat a földi ember. Fontos, mindannyiunknak hangolnunk, testvérek. Az a híradás a Bibliának, hogy az Úr Jézus Krisztus dicsőségesen és hatalmasan visszatér még egyszer erre földre, ez nem egy elhanyagolható tétele a keresztény hitünknek, hanem éppen a csúcsa a kiteljesedése. Az egész keresztény élet erre dicsőséges, csodálatos jövendőre van beirányozva, betájolva. És a keresztény élet lényege, hogy Jézus Krisztus visszatérését váró és arra készülő nép ez, aki ezt várja. Az apostolok legfőbb tanítása ez, és az egész Bibliának legtöbb kijelentése, legnagyobb ígérete erre az időre szól. Az Új Szövetségben közel 300-szor fordul elő az Úr Jézus visszajövetelének ígérete, és az arra való felkészülésnek a sürgetése. És akkor támadnak fel a halottak, akkor történik a nagy ítélet élők és holtak felett, és lesz új ég, és lesz új föld. És történik a nagy ítélet élők és holtak felett, és akkor vége lesz a sátán, a bűn, a halál hatalmának. Mi tehát egy nagy kezdet és egy nagy befejezés közötti feszültségben élünk ma. Mögöttünk a Golgota, a megváltás, a nyitott sír tegnapja, előttünk Jézus Krisztus visszajövetele. Kedves testvérek, éppen ezért Jézus Krisztusban hívő ember nem is lehet más, mint Krisztus jövetelére váró ember. Ha nem az, akkor az meg is látszik rajta. Meglátszik a szomorúságán, meglátszik az erőtelenségén, a levertségén, a csüggettségén, a vigasztalhatatlanságán, a szomorúságán. Kétféle várásról beszélhetünk így. Az egyik az, amelyik úgy irányul a jövőbe, hogy közben elmulasztja jelent, az nem keresztényi adventi váradalom. A másik pedig, amelyik éppen a jövőre való tekintettel használja jól ki, tudatosan a jelent. Hát ilyen a keresztény advent. Luthertől kérdezték, hogy mit tenne, ha tudná, hogy holnap itt van a világ vége. És erre Luther azt felelte, ma még elültetnék egy almafát. Tehát nem tétlen, nem terméketlen, hanem nagyon is tevékeny és termékeny idő lehet a várakozás ideje. Mert nagy különbség van, és lehet, hogy 3 órán át például csak várok egy vonatra, vagy tudom, hogy a vonat indulásáig van még 3 órám, van drága időm, amit még kihasználhatok. Testvérek, így van ez a Krisztus várással is. Jézus felszólítása is nem a csendes, nem a tétlen várásról beszél, hanem lázas tevékenységgel eltöltött várakozásról. Vagyis olyan szolgákról, akik az ő urukat serény munkával teljes készültségben várják. Uruk elment, megmondta, hogy ő visszajön, de azt nem mondta, hogy mikor. Viszont addigra sok mindent el kell végezni, hogy ne találjon bennünket készületlenül. Hogy hogyan lehetek készen, az ember olyan mértékben van készen, amilyen mértékben Jézus Krisztus uralkodhat az akaraton, az akaratán, uralkodhat a tetteimen, a tetteinken, vagy a tetteink felett. Amikor azt tudom mondani, hogy Uram, a te szavadra kész vagyok megtenni ezt vagy azt, akkor van helyes adventi várásunk. Pilinszky János szerint advent a várakozás szentsége. Rokona ez annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Jézus Krisztus, aki az adventben és az idők végezetéig mindenkor keresi az övéit, róla biztosan tudjuk, hogy nem csak mi vágyakozunk utána, de ő is ugyanezt teszi mindnyájunk után. Hát ne várjon hiába. Áldott adventi várakozást, így kívánok aztán áldott adventi karácsonyi ünneplést majd ő vele.
úgy legyen. Amen. Tisztelettel felkérném Szűcs Ferencet, az evangélikus gyülekezet felügyelőjét a harmadik gyertya meggyújtására. Tisztelettel kérném Bakos Figyes esperes plébános urat, Sándor József református lelkész urat és Vajda István evangélikus tiszteletes urat, hogy kérjék ránk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Isten békessége, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.